Elnök úr, én azt hiszem, hogy jogos és indokolt volt Balczó Zoltán képviselőnek a felszólalása, ugyanakkor az önmagában szánalmas és gyalázatos, hogy jelenleg az ellenzéknek, az NLP frakciónak és a többi ellenzéki pártnak kellett kezdeményezni egy vitát, hogy erről a rendkívül fontos, a magyar nemzet jövőjét meghatározó kérdésről tudjuk az országgyűlés előtt vitázni, sok ezer milliárd forint felhasználásáról. És önök, tisztelt kormánypárti képviselőm, tisztelt Nagycsák képviselő úr, a Fidesz képviselő, a Fidesz vezérszónokai és a KDNP vezérszónokai a felszólalási idejük jelentős részét gyurcsányoztak, az ellenzéket gyalázták, a 2015-i kormányokkal foglalkoztak, és akár egyetlen egy percet sem áldoztak arra, hogy valamiféle önkritikus gondolatot megfogalmazzanak, hogy miért dőlt kudarcba gyakorlatilag minden tervük, amilyenek az ígéretével önök választást nyertek annak idején, és miért ért el olyan gyalázatos hatást az önök politikája, hogy több százezer ember elment ebből az országból. Most ez egy nagyon-nagyon fontos vita, most viszont a jövőről kellene beszélnünk, ugye nagyon nehéz helyzetben van az ország, de a jövőről kell beszélnünk, mert látszik, hogy rengeteg olyan rendszer probléma van, olyan kezeletlen probléma és olyan tragikus helyzetben van most ez az ország és az egész nemzet, hogy ezeknek a forrásoknak a helyes felhasználása biztosíthatja, hogy végre egy hosszú távon is valódi fejlődési folyamatot lehessen elindítani. Ezért mindenkit egy kicsit önmérsékletet kérek, és az, hogy fejezzük most be az aktuális pártpolitizálást, fejezzük be a választási kampányt, és ezekről a kérdésekről folytassunk lehetőség szerint egy szakpolitikai vitát. Köszönöm szépen!